szép. Olyan gyönyörűek ezek a fa munkák, ugye? Ez is egy biztosítási rendszer. Ja, azt hittem, hogy van. Nem, ez a gerendák. Mihalovice teremben vagyunk, és ezek a gerendák, amelyeket itt látunk, szintén egy biztosítási formája, amely a falak megtartására szolgál. Mert tetszenek látni, ki van támasztva oldalfalakhoz, és alá van támasztva a fölöttünk lévő födér. Ez az úgynevezett kosár alakú biztosítási rendszer, és a bányászácsoknak valami misztérikus munkája, ugye, ami itt bemutatásra kerül. Feltetszenek nézni, a bánya történetének az egyik legszebb és legnagyobb csillárját látjuk. 6 méter magasságú ez a sorcsillár. Viszont ez a lépcsőház, amelyet itt látunk, ez felvezet az első szintre, ahol megkezdtük a bányának a látogatását az Ursula teremben. Pontosan felettünk helyezkedik el. Valamikor a 19. században, amikor megindult az első turista útvonal, a bányának 3 termét tudták csak megmutatni az ide érkező turistáknak, az Ursula terem volt. Le lehetett jönni ezen a lépcsőn ide a második szintre, ez volt a Mihalovice terem, és miután itt még folyt, akkor a kősónak a kibányászása nem volt luk, hanem fal volt. Vissza kellett fordulni az embereknek egy fél emeletnyi magasságra, elkanyarodni balra, és így vezetett át az út a Drozdovice terembe, ahova mi most átsétálunk majd itt a folyosón. Vigyázz lépcső!